Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szőke Gábor atya a 9. Váci Egyházmegyei Találkozón a Ne félj csak higgy című előadásában a mindennapi félelmeinkről beszél. Majd rávilágít arra, hogy ezekre az egyetlen megoldás a Jézusba vetett hit. Ha rátekintünk, ha őbelé kapaszkodunk, ha benne bízunk, akkor nincs mitől félnünk. Következzék tehát Szőke Gábor atya előadása, melyhez tartalmas időtöltést kívánunk. Ne félj csak higgy! Milyen sok félelem szorongat az életedben. Félünk a jelentől, hogy fogom kifizetni a számlákat. Félek a szomszédtól, mert már múlt héten is ellopta a tyúkomat, és most megint már a tyúkjaimra kacsingat. Nem beszélve a múltról, mennyi múlt sebet hordozunk önmagunkban, az életünkben, és nem szeretünk szembenézni a múltnak a fájdalmaival. Hát miért is szeretnénk? Hát ki szeretné újra élni? Egy lelkigondozói beszélgetés alkalmával próbáltam abba az irányba haladni, hogy hát akkor nézzünk vissza, hogy mit is hoztunk, honnan is jövünk. És azt mondta az illető, hogy nem. Újra átélem. És már egyszer átéltem azt a fájdalmat. Még egyszer nem szeretném átélni. És hát ott van a jövőtől való félelem. Mi lesz holnap? Holnap után? És azután? És 5 év múlva mi lesz velem? És majd 20 év múlva gyerekeink felnőnek? Lesz mit enniük? Lesz fedél a fejük felett, és még magyarul tudnak majd beszélni? Szóval mennyi félelem van az életünkben? Múlt, jelen, jövőtől. Félünk az emberektől. Jaj, mit szólnak? Azt a pólót veszed fel? Hát jaj, hát kimész a városba, és akkor jaj. Ki bánja, nem? Hát most félek ettől, hogy a másik mit és hogyan fog megítélni, megszólni. Szóval mindannyian megtapasztaljuk a kis világunkban, az emberi kapcsolatainkban, a munkánk során, az egészségünkkel kapcsolatosan, anyagi helyzetünk terén, a félelemnek a szelét és a félelemnek a viharát, amely egy szempillantás alatt úgy képes mindent összedönteni az életünkben. Miért is félsz? Nem tudom, hogy hallottad-e már lelked mélyéből, onnan bentről ezt a jézusi mondatot. Miért félsz? Mitől félsz? Kezdj csokolom. Mi a különbség a vendég és a betörő között? Az egyik jön és hívják. A vendéget hívjuk általában, várjuk. Befogadjuk. Mi nyitunk neki ajtót. Mi döntjük el, amikor csenget, hogy még a nyakkendőt megigazítom, még a terítőt meg úgy szintén igazgatom az asztalon, a virágot is. Tehát én döntöm el, hogy mikor leültetem, megvendégelem, megkínálom, és ha menni akar, akkor maradj még egy kicsit, már régen találkoztunk. Még korai, még maradhatsz egy picit. Ugye a betörő az bejön. Nem várt időben, nem várt helyen és nem várt módon. És elviszi azt, amiről ő úgy gondolja, hogy az övé. És szerencsétlen betörő távozik is, jobb esetben. Na most az érzéseink, egy félelem, egy szorongás, bármiféle negatív katyvasz, ami ott van az életedben, az most vendég vagy betörő? Véleményem szerint betörő. Egy negatív érzés betör az életedbe. Egy félelem. És mi meg hogy viselkedünk vele? Ő elviszi a belső nyugalmunkat, és szerencsétlen távozna, ő elhagyná az életünket. Jaj, de rég voltál már! Olyan rég féltem ilyen jót. Hát maradj még egy kicsit. Hát ne siess már, he! Hát maradj még, hát vendéget kreálunk a betört negatív érzésből. Így legalább a pólóm elejére ki tudom írni azt, hogy gyerekek, sajnáljatok. De a pólóm hátán, amit nagyon kevesen vesznek észre, oda meg az van felírva, hogy beledöglök, de ti azt látjátok, hogy na, sajnáljatok. Mert hát én szegény, mennyi félelem, mennyi szorongás, mennyi kétségbeesés, múlt, jövő, jelen. Oké.
Szóval kőkeményen átalakítjuk ezt a betört negatív érzést vendéggé, és nem engedjük ki az életünkből egyhamar legalábbis. Meg kell nézni az életünkben félelem, hogy valós vagy fantom az a félelem. A félelmeink 80%-át itt bent gyártjuk. Fantom félelmekkel dolgozunk. Semmi köze a valósághoz, és mégis félünk és rettegünk. Amikor jönnek lelkigondozói beszélgetésre, és akkor mondja katyvaszt, én meg mondom, hogy akkor ezek szerint ezt élvezed. Én. Hát mondom, nem lépsz ki belőle, nem vagy képes más szemmel tekinteni a dolgokra, hát akkor ezek szerint ezt élvezed, ezt az élethelyzetet. Jó megvizsgálni, amikor elkezd, amikor a félelem úgy jelentkezik benned, hogy ha valós, akkor félj. Ja. Ha meg fantom, akkor meg dob ki magadtól és magadból ezt a félelmet. Hogy tudunk hozzáállni, és mi az, ami segít bennünket abban, hogy meglássuk valós vagy fantom félelem, meg ezek az érzések, amik betörőként bejönnek, és vendégként marasztalva lassacskán kidobjuk, vagy valaki más kidobja az életünkből. Péter és János. Két tanítvány, 6-2-t futott 100-ig az üres sírig, ugye. Péter benézett, látta és hitt. János is benézett, de az ő látása teljesen másfajta látás volt. Péter látta és hitt. A látása, hogyha a görög szentírást elővennénk és elolvasnánk ezen görög passzus részét, akkor az az ige, amely az abszolút objektivitásra törekszik. A jánosi látás viszont sokkal mélyebb. A jánosi látásnak a görög igéje olyan emberi látás és olyan szemlélést akar kifejezni, ami a felszínen túl meglátja a mélységet. János tudja és látja a lényeget. Hogyan látod az életed félelmeit, nehézségeit? A péteri látással, ja, szorongás, félelem van az életemben, kezdít sokkal, ezzel nem tudok én mit kezdeni. Vagy pedig ott van az a jánosi látás, hogy hiszem és vallom azt, hogy nem vagyok egyedül ebben a lelki állapotomban, mert van valaki, aki mellettem van. Mert nem véletlenül van ez a lelki állapot az életemben. Jánosnak nincs szüksége angyali híradásra. Nincs szüksége arra, hogy a feltámadott odaján, hogy Janikám, itt vagyok. Mert neki tudása van. Mert ő már a dolgok mélyére lát. Amit Jézus mondott, az valóban úgy is van. Úgyhogy ebből kifolyólag én azt merem mondani, hogy az érzelmeink, a fájdalmaink, a feszültségeink, a szorongásunk, a negatív érzések, a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság igenis kincsek számunkra. Nagyon-nagyon nagy kincsek számunkra. De csak akkor, hogyha megtalálom a helyes hozzáállásomat ezekhez az érzésekhez. Hiszem és vallom azt, hogy az Isten azért engedi meg, mert segíteni akar ezekkel bennünket. Mert még tökéletesebb életre szeretne bennünket elvezetni. Mert ami még eddig nem volt, valami egészen új dolgot akar ezen által megtanítani velünk. Tudsz-e ebben hinni? Hogy az Isten segítsége. El tudod-e fogadni azt, hogy az Isten azért nem akadályoz meg egy betegséget, egy negatív érzést, vagy egy tragédiát az életedben, mert abból valami még jobbat és még tökéletesebbet akar kihozni. Tudsz-e ebben hinni? Tudod-e ezzel a szemmel, az Istentől kapott kontaktlencsével látni így az életedet? Hiszen csak gondolj a nagymesterre, Jézusra. Azért vállalta a legnagyobb szenvedést a kereszten, mert tudta, hogy abból valami nagyon-nagyon jó dolog fog kisülni. És nem csak saját maga számára. Hogy utána majd ezrek jönnek össze, hogy az Úr Jézus volt ez. Hogy majd ezrek jönnek össze, és akkor veregetik a vállát, hogy ügyes voltál, fiú. Kösz. Hanem tudta azt, hogy sokakért kiontatott.
az a vér. Szóval azért a mester azért kőkeményen odaszólt nekünk, hogy ne félj, mert megváltottak, és nem taszítalak el. Bármilyen lelki állapotban vagy, bárhogy van, vagy én úgy szeretlek téged, ahogy vagy. Ahogy senki emberfia nem tud téged szeretni. Ahhoz, hogy megtaláljuk a kincset a nehézségekben, a negatívumokban, van néhány feltétele. Az első, hogy ne tedd fel a kérdést, miért pont velem történik ez? Elég, ha érti az Isten a titkot. Elég, ha, Uram, elég, hogyha te érted. Én megteszem a dolgomat. A kincsben, negatív dolgokban valami kincset próbálok felismerni, felfedezni és megtalálni. A másik, ne gondold azt, hogy te sokkal, de sokkal jobban tudod, hogy neked és a családodnak mire van szüksége, mint a fölöttünk lévő. Ő előbb szeretett téged, akkor csak jobban tudja, hogy mire van szükségünk. A harmadik dolog, higgy abban, hogy az Isten jó, és higgy abban, hogy az Isten jót akar neked. Még akkor is, hogyha az itt és mostban nem tudjuk, nem akarjuk, nincs lehetőségünk észrevenni, hogy ebből tényleg valami nagyon jó dolog fog kisülni. A negyedik, ne akarj mindig mindent azonnal megérteni. Hagyj egy kis időt, hagyj érlelődjön benned, körülötted a dolog. Ötödik. Az érzelmeink azok nem biztos, hogy mindig jó útmutatók az életben, pláne akkor, amikor vagy nagyon happy-k vagyunk, vagy amikor nagyon mély gödrökben vagyunk. Meg kell várni, amíg úgy kiegyenlítődik, és akkor érdemes, és akkor kell döntést hozni. A hatodik. Ne tekintsd a nehézséget büntetésnek. Sokszor mondtam azt, hogy olyan hitetlen pap vagyok. Mert én nem hiszem el azt, hogy az egy-egy nehézség az Istentől jövő büntetés. Az az Isten, aki szeretetből olyan csodálatos világot teremtett, olyan csodálatos embert alkotott, ő még akkor, na, akkor még adok nekik egy kis nehézséget. Ne. Felejtős. És a hetedik, ne légy tétlen a nehézségben, a fájdalmak megtapasztalásakor. Hiszen a mesterünk sem volt tétlen. Gondolj csak vissza a Getsemáni kertben. Hányszor kérte, atyám, múljék el ez a kehely, de a te akaratod legyen meg. Te sem legyél tétlen a nehézségben. Hiszen ott van a himnusznak egy mondata, egy mondatának egy része, hogy nem vagy egymagad a nehézségben, mert van valaki, aki fogja a kezedet. Van valaki, aki abban a lelki állapotodban is úgy észrevétlenül oda oson mögéd és melléd, és a füledbe súgja, hogy ne félj, én veled vagyok, nem taszítalak el. Szóval félünk, de Isten gyermekei életében ez nem kellene, hogy így legyen, hogy félelem meg a szorongás, hogy túlságosan erőt vegyen, nagyobb életteret kapjon az életünk, hogy túlságosan kiszorítsa a szeretetnek a tüzét, fényét a szívünkből, és átvegye az irányítást. Az Úristennek gondja van az ő gyermekeire. Ő nem aludt el. Neki gondja van ránk. Ő bízik bennünk, és elvárja, hogy mi is bízzunk ő benne. Jó magyar mit csinál? Akkor, amikor problémája van, vagy túl nehéz, nagy a nehézség az életében. Mindenkinek ismerős a most következő rész. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a kereskedő.
Ez a kereskedő szomjúság oltó labdacsokat árult. Aki hetente egyet bevesz, az többé nem is kíván inni. Hát ezt meg minek árulod? Kérdezte a kis herceg. Rengeteg időt lehet megtakarítani vele, felelte a kereskedő. A tudósok kiszámították, hogy heti 53 percet. És mit csinál az ember azzal a heti 53 perccel? Amit akar. Én, gondolta a kis herceg, ha nekem 53 fölösleges percem volna, szépen elindulnék egy forrás felé. Mi meg jó emberi szokás szerint szomjúságoltó labdacsokat használunk, amikor nehézséggel állunk szemben. És akkor itt nem szeretnék most akkor elindulni egy másik irányba, hogy akkor mivel kompenzálunk, és mivel felejtetjük a bunkat és bánatunkat, és negatív érzéseinket. De azért úgy levesszük, nem, hogy mire gondolok. Szóval szomjúságoltó labdacsokat szerzünk be. És az 53 percet megtakarítván ülünk a babérjainkon, és nyalogatjuk seveinket. Ahelyett, hogy elindulnánk egy igazi és tiszta forrás felé. Igazi és tiszta forrás. És mi ez a forrás? Ne félj, csak higgy. Istenem lett az én erőm. Valóban az Isten lesz-e az erőnk, akkor, amikor elcsüggedünk. És itt jön a hit. Hit befelé. Hit kifelé, és hit fölfelé. Hit befelé. Nem tudom, mennyire ismeritek, de ugye kétféle embertípus van. Van az úgyse ember. Úgyse fog sikerülni. Úgyse tudom megcsinálni. Úgyse sikerül a matek vizsgám, és megint meghúznak. Úgyse tudok megbocsátani a szomszédnak, amikor már az egész tyúkketrecem is már odaát van. Nem, hogy a tyúkokat, de a ketrecet is hozzálopta. Úgyse fog ez nekem menni, ezért meg se próbálom, kezit csókolom. És a másik pedig a csak azért is ember, az a krisztusi ember. Csak azért is elestem, csak azért is felállok, és újra kezdek. Nem sikerült? Csak azért is megmutatom magamnak, hogy nem másnak, nem a szomszédnak, nem apámnak, nem anyámnak, nem a tanáraimnak, hanem önmagamnak csak azért is megmutatom, hogy képes vagyok megcsinálni. Hogy képes vagyok azt a nyomorult matekot leülni mellé, megtanulni és levizsgázni belőle. Csak azért is. Ez az igazi krisztusi lelkület. Hit befelé. Hogyan állok? Úgyse módon, vagy csak azért is módon? Kell, hogy legyen hited önmagadba, hogy csak azért is képes vagy megtenni, megcselekedni a dolgokat. Hit kifelé. Hiszek abban, hogy velem szemben ugyanúgy az Isten által teremtett csodálatos emberkék ülnek. És mindannyiótokban ott van az a képmás, amely bennem is ott van. Hiszek abban, hogy a másik ember, akivel találkozom, az itt és mostban, az nem az életemre akar törni. Hiszek abban, hogy benne is ugyanaz a szeretet lakozik, mint ami bennem. Hit kifelé. És a harmadik a legizgalmasabb, a hit fölfelé, az Isten irányába. Ha bízok az Istenben, ha bízok az ő gondviselésében, hogy az ő tenyerére helyezett engem, akkor egyre intenzívebben nő az önbizalmam. Nem tudom, hogy ezt megtapasztaltad-e már az életben. Amikor egyre inkább oda tudtál csücsenni az ő tenyerébe, akkor egyre inkább rá tudtad bízni az életedet az ő gondviselésére, hogy Uram, múljék el ez a kehely, mert elég katyvasz van most az életemben, de a te akaratod legyen meg. Nem tudom, hogy sikerült-e már ezt átélned és megtapasztalnod.
Az Ószövetségben is ezt olvassuk, hogy a megroppant nátszálat nem roppantja még jobban össze. Pislákoló mécsbe lett, azt meg nem oltja ki. Nem az ő műfaja. Hogyha az Istenben találsz egy szilárd alapot, akkor te is sokkal, de sokkal biztosabb vagy az élet mindennapjában. Amikor úgy oda tudsz állni elé, és úgy meg tudod tőle kérdezni, hogy Uram, te most mit tennél? Most te mit tennél az én helyemben, itt és most? Nagyon szeretem a feszületet. Nagyon szeretem a feszületet nézni, szemlélni. Pláne akkor, amikor sok a katyvasz. Pláne akkor, amikor sok a nehézség az életemben. Leülök vele szembe, én nézem őt, ő meg néz engem. És mindig felteszem neki a kérdést, hogy na figyelj, mester, most te mit tennél? És így várok. És telnek a súlyos percek. Válasz jön. Válasz nem jön. Na felteszem neki még egyszer a kérdést. Te mit tennél a helyemben? És telnek a súlyos percek. Válasz jön. Válasz nem jön. Zörgetőnek viszont ajtót nyitnak. Ezt tanultam a mestertől. Akkor mondom harmadszor, negyedszer, ötödször, 18-szor, 3-4 órája már csak dübörgöm irányába a kérdést. És csak várok. És az ajtó kinyílik. És jön az a belső hang. Jön az a belső érzés, hogy itt és most mit kell helyesen cselekedned. Tudom ajánlani mindenkinek. Zseniá, én kipróbáltam. És próbálom akkor, amikor katyvasz van. Szóval, ha mások szemén keresztül kezdem el nézni önmagam életét, a cselekedeteimet, ó, más is fél. Te is belefér az életedbe, nem? Te is félhetsz. Más is szorong, ó, te is nyugodtan szoronghatsz. Akkor nagyon nehéz, még nehezebb. De hogyha az ő szemén keresztül kezdem el nézni önmagamat, az életemet, életem eseményeit, a katyvaszaimat, sokkal, de sokkal könnyedebb az életed. Mert lehet, hogy akkor jön egy hang, nem taszítalak el akkor sem, ha vétkezel. Nem oltom ki a pislákoló mécsest. Már hallod egy mondatát, már zsigereidben érzed azt, hogy hát ott ülök az ő tenyerén, kezit csókolom. Akkor mitől is félek? Ja, önmagamtól, nem? Szóval, hogyha az ő szemén keresztül kezded el nézni önmagadat és önmagad életét, akkor rádöbbensz arra, hogy van egy mérhetetlen nagy ősbizalom közte és közted. Önmagad és önmagad között. És ez akkora erőt tud adni, hogy legyen akármilyen nehézség az életedben, te derűs arccal tudsz keresztül menni a nehézség kellős közepén, életed azon szakaszán. Ez az ősbizalom ad, a vele való ősbizalmi kapcsolat ad erőt és örömet. És az öröm akkor is benned van, és ez az erő akkor is benned van, amikor éppen nehézségeket élsz meg. Csak gondolj arra bele, abba bele, hogy anya és gyerek között milyen ősbizalmi kapcsolat van. A gyerek sír, anya megy, emeli, öleli, puszilgatja. Mi a baj? Elestem, lehorzsolódott. Nem baj, máskor még nagyobbat fogsz esni. Tehát megtanítja arra, hogy nem kell félni, hogyha a piros vér kibudjan, ha lehorzsolódik, ha beütöm, ha a légy elrepül, gyerek megretten. Ez csak egy légy volt. Majd leütöd legközelebb, kicsi fiacskám, kicsi hányom, nem? Tehát egy ősbizalmi kapcsolatot alakít ki anya a gyerekével. És ezt az ősbizalmi kapcsolatot, ugye ezt hordozzuk egész életünkön magunkban. És tudjuk azt, hogy nem kell félni a gesztenye fától akkor, amikor leesik az egyik gesztenye. Odébb kell állni, kell csókolom. Ennyire egyszerű a dolog. Na, ugyanez a helyzet az Istennel is. Amikor megvan vele az ősbizalmi kapcsolatom, akkor jöhet bármilyen eső, és bármilyen szél,
Mert ez ad erőt és örömet az életemben, hogy nem vagyok egyedül. Éld át azt az életedben, hogy van valaki, aki támogat téged. Éld át azt, hogy van valaki, aki kiárasztja rád a lelkét. Ott és akkor, itt és most. Éld át azt, hogy van valaki az életedben, aki fogja a kezed. Még akkor is, hogyha férj, feleség, gyerek, barát, barátnő elhagyott, akkor is van valaki, aki fogja a kezed. És éld át azt, hogy van valaki, aki azt mondja neked, hogy Talita kum, kelj fel. Kelj fel és járj. Jairus lányának is ezt mondta Jézus. Talita kum, kelj fel és járj. Igen, nem csak ugye mindig az első lépést a legnehezebb megtenni. A legelső lépések gyerekeitek életét, hát végignézhettétek, ahogy felnövekedtek. A gyerek mit csinál? Felkel és újra jár, és újraindul, mert ott van benne abból az ősbizalomból fakadó erő, hogy ez menni fog. Apa hív, anya bocsájt. És a gyerek életében kőkeményen ott van, hogy akkor teszem jobb bokacsontomat a bal bokacsontom után. És mekkora élmény neki átérni a túloldalra, ami csak 50 centi. Lelki életünkben ugyanez játszódik le. Talita kum, kelj fel és járj, mondja neked Jézus, egy nehézségtől földre verten, egy gyászban, egy fájdalomban, bármiféle nehézségben. Szóval mindig az első lépés nehéz megtenni, megfogalmazni valamit, aztán kimondani azt a valamit. Mindig az első dolga a legnehezebb, bocsánatot kérni és megbocsátani. Elkezdeni nehéz. És amikor már gyakorlatod van benne, mindig az első lépést a legnehezebb megtennünk, hogy változzunk és változtassunk bent, és azáltal környezetünkben kint. Mindig az első lépést a legnehezebb megtenni. Elengedni valakit, vagy magunkhoz ölelni valakit. És miért? Azért, mert nem szeretjük a változásokat és a változtatásokat. Nem? Jó, meg vagyunk a kis berögzött életvitelünkben. Tudjuk, hogy merre az arra, mennyit mehetek jobbra, itt már oltár, mennyit mehetek balra, itt már ambó. Megvan ez a keret. De ha kilépnék oda, akkor már úgy ez a bizonytalanság. Szóval nem szeretjük az újdonságokat és a változásokat. Újra kell ütemezni, újra kell tervezni az életünket. Kidobok valamit az életemből, akkor helyében nyilván jön majd valami, de annak még nincs helye, még azt nem próbáltam, még... Miért nem szeretjük az első lépéseket megtenni? Hát mert ha már valamit megszoktunk, akkor az úgy van jól, gondoljuk és hisszük mi. Ha már ennyi gyötrődés van az életemben, kezdj csókolom. 30 éven keresztül már azt megszoktam. A maradék 30-at már csak kibírom, nem? Milyen jó a hozzáállás, nem? Jézus meg folyamatosan dübörög és ordítja a fülünkbe, hogy ne félj, csak higgy. Szerencsétlennek a mondata nem jut el így a fülünkig. Miért nehéz az első lépéseket megtenni? Mert nem szeretünk a mi biztonsági zónánkból kilépni. Elveszítjük azokat a biztos pontokat az életünkben, és akkor jaj, mi lesz most? És jaj, hogyan tovább most, hogyha azt a sok síránkozást, meg sok katyvaszt kipakolom az életemből, amíg a végén még örülnöm kell. Talita kum, kelj fel és járj, mondja Jézus. És valaki megtette feléd az első lépést. Valaki megtette feléd az első lépést, és belépett a te biztonsági zónádba. Belépett a te életedbe. Belépett a te nehézségeidbe. És társa lett az életednek.
valaki átvállalta azokat a terheket, amelyeket hordozol és cipelsz. A félelmeidet, a szorongásaidat, a kétségeidet, a jövőt, a jelent, a múltat illetően. Valaki kőkeményen elfogad téged úgy, ahogy vagy, szőröstül, bőröstül, és valaki melléd áll. Melléd áll azért, hogy segítsen. Azért, hogy fogja a kezed. Azért, hogy halld az ő hangját, hogy bármi történik az életben, nem vagy egyedül. Valaki belépett a te biztonsági zónádba, és próbál téged segíteni arra, hogy járj. Járj, de most már azzal a bizonyos kontaktlencsével. Járj, de most már azzal a hittel, és azzal az ősbizalmi kapcsolattal a Mesterrel, amely erőt ad minden nehézségben. Szóval vedd észre azt, hogy valaki megtette fejed az első lépést, belépett az életedbe, átvállalta a terheidet, elfogadt téged, ahogy vagy, és melléd áll. Szóval ez a húsvét üzenete, és ez az életnek az üzenete, hogy ő előbb szeretett téged. Azért, mert elfogad, úgy, ahogy vagy. Hát indulj, és tedd meg az első lépést irányába. Ne félj, csak higgy. Ferenc pápánk mit mondott? Azt mondja, hogy az Úr útja az nem más, mint mindennapok útján való haladás. A mindennapok útján való haladás az Isten jelenlétében. Na ez az Úr útja. És mindannyian ezt az utat járjuk. Ne félj csak én, hisz az élet vár te rád. Nem vagy egy maga, az ösvény rád talál. Ne félj csak én, és lép bátran reád. Nem tévedhetsz el Jézus oldalán. Adásunk ezzel véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!